Elhunyt Andó László, a Patkós Irma Művészeti Iskola igazgatója. Holnap este 7 órakor gyertyagyújtással emlékeznek rá a Török János iskola előtt. Erről is szólunk hamarosan, előtte azonban mutatjuk a többi hírünket egy-egy mondatban. A kulák üldözés áldozataira emlékezett a város, Cegléden 500 családot érintett a kizsákmányolás. Korszerűsítés, megújul a fűtési rendszer a Széchenyi úti óvodában. És holnap zárva lesznek a gyógyszertárak és az önkormányzatok is. Híradó június utolsó napján itt a Városi Televízióban. Jó estét kívánok! Elhunyt Andó László, a Patkós Irma Művészeti Iskola igazgatója, sok ezer diák, történelem és magyar tanára, számos teltházas színházi előadás rendezője. Az iskola közleményben tudatta, hogy pénteken este 7 órakor a Török János iskola elé várják mindazokat, akik egy szál gyertyával, mécsessel szeretnének emlékezni rá. Andó Lászlót Cegléd-város önkormányzata a Török János mezőgazdasági és egészségügyi szakképzőiskolával közösen saját halottjának tekinti. Andó László 60 éves volt. Andó László pedagógus pályáját magyar történelem szakos általános iskolai tanárként kezdte. Később történelem szakos általános bölcsész, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári egyetemi végzettséget szerzett. Önképzését fontosnak tartotta, így megszerezte a közoktatás vezetői szakképzettséget, valamint a színháztudományok mestere címet. Szakmailag rendkívül jól felkészült, a tanulóival és önmagával szemben is igényes nevelő volt. 2006-ban az egykori Dózsa György ifjúsági klub helyiségeiben állandó játszóhelyet teremtett, Pince Színház néven a Patkós Irma Művészeti Iskola tanulóinak. Hitte és vallotta, hogy a művészeti nevelésnek központi szerepe van az emberek életében. A tanítványokból merítem mindehhez a hitet, amit ők képesek véghez vinni, az mindenért kárpótolja az embert, nyilatkozta egykor. Az elmúlt években több nagyszabású, sokszor több mint 100 diákot megmozgató teltházas színházi produkciót vitt színre. Szívügye, élete legfontosabb célja az volt, legyen végre önálló épülete az iskolának. Nem is olyan régen sosem látott közelségbe került a cél, amikor a város képviselőtestületétől megkapták a volt laktanya egyik épületét. Az iskola felépülését már nem érhette meg. Andó László a város kulturális életében kimagasló szakmai munkája, magas színvonalú értékteremtő, közvetítő és támogató tevékenység elismeréseként 2013-ban vehette át a Cegléd-város kultúrájáért kitüntetést. Utolsó rendezését az idei színházi világnapon láthatta a közönség. Több alkalommal is teltház előtt mutatta be az iskola a Megfeszített című rockoperát. A számára legfontosabb közösséggel, diákjaival és tanáraival akkor állhatott utoljára együtt a színpadon. Andó Lászlóra július 1-én pénteken 19 órakor csendes gyertyagyújtással emlékeznek a Török János iskola előtt. Andó Lászlót Cegléd-város önkormányzata a Török János református mezőgazdasági és egészségügyi szakképzőiskolával közösen saját halottjának tekinti. A kulák üldözés áldozataira emlékeztek tegnap a református templom falán lévő emléktáblánál. Országszerte 70 ezer, Cegléden 500 családot érintett az a kizsákmányolás, a megbélyegzés, amit a kommunista diktatúra idején a kulák üldözés jelentett. A kulák üldözés 1948-ban a kommunista hatalom átvétellel kezdődött meg. A Rákosi rendszer kíméletlen harcot indított a magyar agrártársadalom ellen. Minden eszközzel arra törekedtek, hogy lerombolják a hagyományos paraszti életformát, és a gazdákat földjeik elhagyására kényszerítsék. Kuláknak számított minden 25 holdnál nagyobb termőterülettel vagy 5 hold feletti szőlővel rendelkező gazdálkodó. De a földtulajdonos orvosok és ügyvédek sem mentesültek a megbélyegzés alól. Az akkori társadalom gerincét adó réteget üldözték és lehetetlenítették el. Erről is beszélt a csendes koszorúzáson dr. Csáki András polgármester. Ezzel tulajdonképpen egy nagyon értékes társadalmi rétege a magyar nemzetnek megszűnt, el kell, hogy mondjuk. Az a réteg, amelyik apájából fiúra adott egy ilyen mesterséget, és hát jó pár év telt el, mire maga fizikális atrocitások veszünk. Van, hogy egy-egy történelmi esemény a lelkünkben olyan állapotot okoz, amit úgy hívunk csüggedés. Ez a nap is ilyen. Erről már Hánka Levente református lelkipásztor beszélt.
Mindezeket jó, hogyha magunk elé veszünk. Fontos, hogyha ezekkel szembesülünk, és azért van itt ez a tábla, hogy ezekkel a csüggeszteni akaró dolgokkal szembesüljön a magyar lélek, a magyar nép, a magyar nemzet, Magyarország, de nem azért, hogy elcsüggesszen, hanem azért, hogy megküzdve vele esélyt adjon az építkezésre. Az újjáépítésére annak, amit veszteségként éltek meg eleink, fogalmazott. A csendes megemlékezésen az emléktáblánál koszorút helyeztek el a város vezetői, valamint a Református Egyház, a Fidesz Ceglédi Szervezete és a Ceglédi Szakképzési Centrum képviselői. Elkezdték a Széchenyi úti óvoda fűtésrendszerének korszerűsítését, a beruházás időszerű volt, hiszen a kazán és a radiátorok is 42 éve látták el meleggel az épületet. Most az önkormányzat 20 milliós támogatásának köszönhetően nem csak a kazán, de a fűtőtestek, a csövek és a szelepek is megújulnak. Lefóliázott bútorok, üres termek és felszerelésre váró vadonatúj radiátorok. Így néz ki most a Széchenyi úti óvoda egy része, ez pedig nem más, mint az óvi ős régi kazánja, egyben a felfordulás okozója. 42 éves volt a kazánunk, amikor ezt az új épület szárnyat, vagyis magát az óvodát felújították, akkor került ide, úgyhogy 42 évig ez azért nagyon érdekes, mert azért addig fűtött és ellátott bennünket meleggel. Az idő azonban eljárt felette kiukat, ezért van szükség a cserére. A megközelítőleg 20 millió forintos felújítást a város önkormányzata saját forrásból finanszírozza. A beruházás keretén belül az összes kazán cserére kerül, ami azt jelenti, hogy egy új modern kondenzációs kazánok kerülnek felhelyezésre. Ez azért is nagyon fontos, mert itt jelentős energia megtakarítást próbálunk, vagy tudunk majd elérni ezzel a beruházással, illetve a kazán cserék mellett a teljes komplett belső fűtési rendszer itt megújul, illetve cserére kerül, itt értendő az összes csővezeték és a hőleadók, magyarán, vagy egyszerűen mondva a radiátorok és a radiátor szelepek is le lesznek cserélve. Néhány teremben már fel is kerültek az új fűtőtestek, a régi csöveknek pedig csak a helye látszik. Az udvaron már sorakoznak a leszerelt, szintén 42 éves radiátorok. Az óvoda életei teljesen felborult, nem véletlen, hogy a nyári hónapokra időzítették a munkálatokat. A nyári élet az mindig olyan, hogy a június 15-éig az iskolai év végéig mindenki jöhet itt a hat, és akkor utána megkérjük azokat, akik otthon vannak, munkanélküliek, gyesen, gyedem annak, hogy segítsenek bennünket abban egyrészt, hogy a szabadságokat ki tudjuk adni, másrészt meg, hogy pontosan a nagy takarítás, meg az ilyen felújítások, mint ami most épp itt zajlik, hogy ezek úgy, mire nyitunk addigra, valamennyire elfogadható állapotba kerüljenek. A munkálatok június 15-e után kezdődtek, és várhatóan a szeptemberi teljes létszámmal való újraindulásra el is készülnek. Így a következő fűtési szezont már a megújult korszerű rendszerrel kezdhetik meg itt a Széchenyi úti óvoda épületében. Elismerően szólt a ceglédi közterekről a Virágos Magyarország környezetszépítő verseny zsűrije. Ma délelőtt érkeztek a kertészmérnökökből álló bírák, hogy szakértő szemmel nézzék meg, mennyire virágosak, mennyire zöldek a ceglédi terek. Ellátogattak társasházi övezetekhez és a budai úti fürdő környékéhez is. Ma délelőtt a belvárosban kezdte sétáját a Virágos Magyarország versenyének zsűrije. A Kossuth tér után a Szabadság téren nézték meg a kertészmérnökökből álló vendégek, hogy mennyi zöld felület található a területen, a virágok milyen arányban és színben vannak ültetve, és így milyen összképet ad. De egyéb szempontokat is figyelembe vettek a pontozásnál. Milyen a fák, a cserjék, az évelők, az egynyáriak aránya, milyenek a területek, észrehangban vannak-e a parkok az épületekkel, minél nagyobb, összebb és jobban gondozott zöld felületek, amiknek a növényállománya változatos, azt szeretjük a legjobban, de emellett feltétlenül szükséges a környezetvédelem. Az önkormányzat jelenlegi és jövőbeli környezetszépítési terveire is kíváncsi volt a zsűri, és persze arra is, hogy a város vezetése és a lakosság együttműködése milyen a virágosítást illetően. Az ítészek pozitívan nyilatkoztak a látottakról. Láttuk, hogy a fényképezkedő templom, most már így hívjuk mi is, ahogy kijönnek az épületből, tehát a házasságkötőből, hogy mennyire gyönyörűen meg van csinálva, hogy milyen dúsan van nyári és évelő növényekkel beültetve, hogy impozáns a templom előtti tér. Tehát nagyon szép, az mindig is nagyon magas pontszámot szokott kapni.
A Virágos Magyarország versenyt 30 éve rendezik, a zsűrinek már óriási tapasztalata van, hogy a kis és nagyobb városokban, falvakban milyen lehetőségek vannak a környezetszépítésre, és az önkormányzatok hogyan tudják még szebbé tenni a köztereiket. Mint mondták, Cegléd nagyon sokat szépült, fejlődött az elmúlt években, és nem csak a belvárosi részen, ezt pedig saját szemükkel is megtapasztalhatják a zsűri tagjai. Az elmúlt években létrehozott zöld felületeinket mutatunk be komplex játszóteret is, illetve elviszük őket társasházi részre is, hogy ott is lássák, hogy a társasházi közösségek milyen szépen virágosítják éppen a környezetükben lévő területeket. Kivisszük természetesen őket a Budai úti fürdőhöz, mert az is egy olyan rekreációs komplexum, amit úgy érzem, hogy érdemes megmutatni, sőt, kötelességünk is megmutatni. Hogy Cegléd hol végez majd az országos környezetszépítési versenyben, ősszel derül ki. Akkor tartják az ünnepélyes díjátadót is. Újabb megyékben rendeltek el tűzgyújtási tilalmat a tartós kánikula okozta szárazság miatt, így mától tilos tüzet gyújtani Pest megye teljes területén. Csapadék továbbra sem várható, folytatódik a forróság, ezért megnő az esélye a gyorsan terjedő tüzek kialakulására. A tartós kánikula okozta szárazság és a fokozott tűzkockázat miatt a Nébih úgy döntött, hogy mától újabb két megyében is életbe lép a tűzgyújtási tilalom. Így már nem csak Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben, hanem Pest és Veszprém megyében is tilos a tűzgyújtás. A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról az Országos Katasztrófa Védelem és a Nébih honlapjáról is tájékozódhatnak. Teltházzal indult a Kossuth Művelődési Központ néptánc tábora a héten, ezúttal csak olyan gyerekek részvételével, akik korábban már elsajátították a néptánc alapjait, most mezőföldi táncokat tanultak, amit ma egy előadás keretén belül a szülőknek is bemutattak. Nagy meleg sem vette el a lelkesedését annak a 25 táncos lábú gyerkőcnek, akik a héten a Kossuth Művelődési Központ haladó néptánc táborában vesznek részt. Ez azt jelenti, hogy itt senkinek nem volt újdonság táncipőt húzni a lábára, de természetesen most is tanultak olyan lépéseket, melyeket korábban nem, vagy csak felületesen ismertek. Hétfő reggel 8 órakor rögtön a friss csárdással kezdtünk. Hát szerintem kedden reggel senkit nem kellett. Senkinek nem volt könnyű fölkelni, még nekem sem, mert ez egy nagyon komoly és nehéz fizikai igénybevételt igénylő tánctétel. Most a végére hagytuk egy kicsit a lazább, a könnyedebb részeket, de most tudunk vele érdemben úgy foglalkozni, hogy már a gyerekek szabadon szerkesztik önállóan, és élvezik minden pontját a táncnak, és szerintem egy nagyon jó hangulatú, és ahhoz képest egy nagyon kemény táborra sikerült ez az idei. A korábbi évekhez hasonlóan a gyerekek idén is bemutatóval készülnek, így a szülők is megnézhetik, mit tanultak egész héten. Gergő már 7 éve a tánc szerelmese, most is örömmel jött a táborba. Ugye eddig a héten ilyen mezőföldi táncokat tanulunk. Hát 3 nap alatt összedobtunk egy ilyen kis tánckoreót, bár nem lehet ennek nevezni, még azért van mit rajta csiszolni, de elég jól sikerült. Természetesen a rengeteg tánc mellett más programokon is részt vettek a gyerekek, például szívesen énekeltek. És a játékból sem volt hiány. Olyan feladatokat kaptak, hogy összekevertünk viseleteket, és ki kellett válogatni időre, felöltöztetni egymást helyesen, utána azt levenni helyesen, visszatenni válfára, tehát olyat, amivel van egy kis izgalom is, és tanulnak is vele nagyon sokat, hiszen a viseletkezelés az ugyanúgy hozzátartozik egy táncos életéhez, mint a tánctudás és az énektudás. A tábor vezetője szerint egyre több fiatal érdeklődik a népi hagyományok iránt, így a néptánc iránt is. Ez azt mutatja, hogy idén először 2 turnust is indítanak, hiszen rengeteg a jelentkező. Ezt a hetet kirándulással zárják, ahol a gyerekek kipihenhetik a tábor fáradalmait.
Holnap zárva lesznek a gyógyszertárak, az orvosi rendelők, beleértve a szakorvosi rendelőket és a fogorvosi rendelőket is, valamint a védőnői szolgálatot. Július 1-én van az egészségügyi dolgozók napja, a Semmelweis nap. Ilyenkor csak az ügyeletes gyógyszertárak vannak nyitva, és ha valakinek sürgős ellátásra van szüksége, az ügyeleten tudják ellátni. Holnap lesz a köztisztviselők napja is, így az önkormányzatoknál sem fogadnak ügyfeleket. Az ügyeleti rend lesz mérvadó július 1-én pénteken az egészségügyben. Az anyák megmentője Semmelweis Ignácról kapta a nevét az egészségügyi dolgozók napja. Ilyenkor az országban mindenhol zárva lesznek a gyógyszertárak, de a házi orvosok, szakorvosok, fogorvosok sem fogadnak betegeket, és a védőnői szolgálat is szünetel erre az egy napra. Akinek mégis sürgősen gyógyszerre vagy ellátásra lenne szüksége pénteken, az az ügyeletes gyógyszertárat keresse fel, illetve az orvosi ügyeletet vagy a kórházak sürgősségi osztályát. De nem csak az egészségügyben lesz szünet pénteken, július 1-én van a köztisztviselők napja is, így az önkormányzati hivatalok, irodák zárva lesznek, a kormányablakok pedig 8-tól 14 óráig lesznek nyitva. Ezzel a felhívással köszönöm meg figyelmüket itt a Híradóban. A folytatásban megismételjük a 2018-ban bemutatott István a király című rockoperát, amelyet a tegnap elhunyt Andó László rendezett. Friss hírekkel pedig legközelebb majd holnap este 6 órakor számítunk önökre. Tartsanak velünk akkor is. Szép estét kívánok, viszontlátásra!